vagyok, hogy milyen. Még nem játszom, nem néztem meg direkt semmit, a Battle Pass-e néztem meg. Ó, igen, Battle Pass, így van, megvan srácok az ingyenes Battle Pass. Nagyon jó, nagyon jó. Na várjatok, gyorsan. Nézzük srácok. Ragnarok. What the fuck? Jó, nézzük srácok. Itt a Battle Pass, oké. Okay. Tudjuk, hogy hogy működik. Jó, és akkor gyűjtsük be srácok a Battle Pass-t. 0 V-Bucks-ért. Meg is van a Battle Pass. És akkor nézzük, hogy milyen skinek vannak. Nagyon kíváncsi vagyok. Jó, szépen megnézzük, hogy miket kapt. Na jó. Na ez betegül néz ki. Wow. Ez jól néz ki. Oh, na ez is menő. Ezek nagyon jól néznek ki, srácok. Ez az első két skin, ez egyből nagyon jól néz ki. Kaptunk egy ilyen falfír, hát nice fegyverfestést is. És akkor nézzük tovább. Itt egy ilyen kobrás black bling. Igen, akkor egy integetési mód, ez tetszik. Ez biztos nagyon menő néz ki ez a glider, ez nagyon tetszik. Itt egy újabb skin. Még annyit gyorsan megnézek, hogy ezeknek hogy változik a kin. 11 kinézet. Aha, itt már kalóz. Aha, ugye belőle egy elég kemény kalóz lesz. Aha. Na jó. Ez 240 ezer XP kell már. Na jó, ez nagyon jól néz ki. Wow. És a végén meg már megint ilyen nem annyira kalózos. Ennek is 10 kinézete van. Ez tiszta Deadpool kicsit. Úgy néz ki. Aha. Mi? Wow. Ez nagyon durva, srácok, eddig. Még a mapot se láttam meg semmit, az ki... ez jól néz ki. De nézzük tovább a skineket. Ez nagyon jó. Szétadom, srácok. Tetszik. Itt egy újabb glider. Ez is menőn néz ki. Esés. Ez hogy néz ki ez a kutyus? Aranyos. Mi? Mi ez a skin? Jézusom. Ah, ez egy ilyen, na gyere, akkor nyomjuk le. Imótocska. Csákány. Róka. És hát gondolom, hogy az betöltőkép. És ez egy újabb tánc. Még ugye festés is van itt. Ó. Oh, ember. Jó neve van. Még egy állat. Most nagyon sok állatka lesz egyébként. Már 79-es tiernél járunk. Köszön itt egy ilyen polipos glider. És akkor még lesz skin. Wow. Ez is tetszik. Ez tetszik. Még egy állatka? Aha. Adom. És ne nézzük, mi a tier 100 skin. Nézzük. Egy csaj. Csaj még nem volt. Hát, ez annyira nem jön be ez az utolsó skin, amúgy. Egy itt még egy... Oh, 99-es tieren is egy... Vagy ez nem skin, skacok? Ja, de ez is skin. És akkor nézzük, hogy itt változott-e... Aha! Aha! Változott a kinézet. Ez így jó, hogy lehet tudni, hogy melyik skin ez. Akkor az eventeknek is... Ja, igen, így. Style... Jó, ez jól néz ki. Az eventek azok ugyanúgy néznek ki. Locker az változott-e? Az nem változott. Jó, opsa. Akkor állítsuk be már azt az új skint. Mondjuk ezt. Állítsuk be. Az item shop az nem változott. Ide nagyon-nagyon megköszönöm, srácok, hogyha beírjátok a kódomat, és hogyha beírtátok, küldjétek el nekem Facebookon. Itt ez változott-e? Nem, illetve az tól se változott, viszont akkor amondó vagyok, hogy nézzük meg. Bent van az 50v50, nagyon jó. Megnézzük skacok Playgroundba, hogy hogyan néz ki az új map. Gyorsan leteszteljük. Egyébként eléggé faszán néz ki szerintem ez a háttér. Nagyon kis chilles letisztult. Gyorsan ezt így feljebb rakom, hogy egy kicsit szebb legyen. Akkor majd bent feljebb rakom. Na nézzük, srácok. Amúgy az előző seasonről is volt egy ilyen Battle Pass elemzés.
gondoltam akkor most is, hogyha már itt tényleg teljesen friss, akkor megnézzük. Valószínűleg, hogy még lehetséges, hogy ti se láttátok, tehát ti is ebből a videóból fogjátok látni, attól függ, mikor kerül ki. Na nézzük. Gyorsan töltsél, kedves Playground, légy szíves. Kíváncsi vagyok nagyon-nagyon a mapra, hogy mennyit változott. Hú, srácok, most egyre kíváncsi vagyok, hogy töltünk be. Mit gondoltok, akik esetleg nem látták? Most így ti is gondolkodjatok. Aha, hogy már te... Aha! Szóval, nagyobbak lettek, így ami először feltűnt a neve, helyeknek a nevei. Illetve itt egy óriási tó. Lazy Dragon. Vagy Lazy Lagoon, bocsánat. Itt egy vulkán. Sunny Steps. Illetve Wailing Woods helyett lett ez itt. És motel helyére rakták pedig Blob blokkot. Na gyorsan nézzük meg. Valóban. Aha, mondjuk ide pont tudunk is menni. Playground is így megváltozott. Na nézzük, hogy milyenek ezek az új helyek, skacok. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Húha! A vulkára vagyok nagyon kíváncsi. De most már a Playground is ilyen kreatívos beütés. Ez érdekes. Ha, menjünk, skacok, a vulkánhoz. Menjünk a vulkánhoz. Wow. Jézus. Na, jó, és hogyha ide beleesünk, akkor mit ő? Fogadjunk, hogy fellök és nem lehet beleesni. LOL! Na jó! Ez nagyon durva. Ez brutál. Ez szétadom, srácok. Jó, hogy megy le a HP. Aha. Jó, nem nagyon éri meg ezen pattogni majd. LOL. Megy le a HP. Ez milyen durva már. Akkor gyorsan nézzük meg még a többi helyet is. Fúj. Hát srácok, ezt nagyon-nagyon adom. Illetve... Mennyivel máshogy néznek ki a fák. Jól. Gyorsan át repülünk a másik helyre. Kíváncsi vagyok, hogy az hogy néz ki. Professional edit kappa. Tomato az megmaradt, vagy... Úristen, ez itt teljesen átalakult. De itt van Tomato. Csak eltűnt a kedvenc helyem. Vagyis hát az egyik kedvenc helyem, ami volt ugye az alakult, azt nagyon szerettem. Már Playgroundban is csak 500 nyersanyag a max. De jól építek. Mindjárt itt is vagyunk, skacok. Na nézzük, itt is vagyunk. Aha, az itt mi ez a gejzír? Itt egy hajó van a közepén, illetve ez ilyen kis szigetes. Wow. Nézzük, ez fellök szerintem a magasba is. Aha. Adom. Megint lehet majd repkedni. Wow. Mi? Milyen hangja van a pámnak, skacok? Hallgasd! LOL! Más a pámnak a hangja, mi a fene? Ez nagyon para. Érdekes. Többi fegyónak is más hangja van? Hol van még valami fegyver? Ott. Chestet kinyitjuk. Megnézzük, skacok. Ja, esetleg amit itt nyitunk, annak a fegyvernek is változott a hangja. Mi ez a semmi? Nézzük. Nem, ennek nem, de a pámnak változott. Na jól van, srácok. Viszont... Szerintem ez a season nagyon király, hogyha esetleg tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy feliratkozást, illetve egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, további jó játékot mindenkinek, és élvezétek ki a season 7-et. Köszi szépen, hogy megnéztétek, szép napot nektek, sziasztok!